Mosolygós arcok és vidám hangulatú emberek jellemezték a zentai város és sportcsarnokban megrendezett sportnapot, amelyre Szabadkától Óbecséig érkeztek résztvevők. A mai rendezvényt egyébként a Katus Attila megkeresésére indítottuk el, ez egy nagyon fontos rendezvény számunkra, mivel hogy fő az egészség. Ennek az apropójából készítettük ezt meg. A Zumba Kids, Zumba felnőttek, hip-hop táncsoport, a kengósok, és persze ugye Katus Attila volt a főszereplője ennek a mai napnak és a mai estnek. Katus Attila minden korosztály számára könnyen követhető, mégis igen keménynek tekinthető mozgásformákkal, valamint hasznos életvezetési tanácsokkal készült az zentai sportnapra. Maga a torna is nagyon jó volt, kemény volt, de szeretetteljes, mosolygós és talán egy kicsikét humoros is, és aztán egy kis életmódtanácsadás is volt, kis motiváló beszéd, ennek is nagy jelentőséget tulajdonítok, úgyhogy egy nagyon szép kerek egész volt, és mellette pedig, ami nagyon fontos, hogy a helyi oktatók is megmutatták magukat, és most is ez zajlik a háttérben. Nagyon fontos az, hogy a hétköznapokban is ez maradjon, ez a lendület. A résztvevők nagyon élvezték a közös mozgást, és rendkívül hasznosnak találták a rendezvényt. Nagyon szeretek sportolni, szeretem, mert mindig új emberekkel hoz össze az edzés, ugye, akárhova megyünk, új embereket ismerek meg, és ugye az egészség szempontjából is szerintem nagyon fontos, hogy sportoljunk. A zentai városi sportcsarnokban megtartott sportnap résztvevői megismerkedhettek a Katus Body és a Katus Food termékekkel, figyelemmel kísérhettek különféle bemutatókat, valamint számos mozgásformát is kipróbálhattak.